Sziasztok srácok, én Dani vagyok, és megjelent egy vadonat új platform. Nem más, mint akkor. A Core-on több mint 20 ezer játékot megtalálhatsz. Olyan is barátaid játszhatsz mindenféle játékkal, akár RPG játékokkal, akár szimulátor játékokkal, akár kalandjátékokkal, bármivel. Érdekes a grafikája, viszont nekem nagyon tetszik. Egy kicsit különbözik úgy az átlagos játékoktól, viszont ettől egyedi. Amit még tudnod kell a játékról, az nem más, mint az, hogy ingyenes, szóval nem kell több tízezreket fizetni azért, hogy játsszál. Én is kipróbáltam jó pár játékot benne, és találtam is eléggé sokat, ami nekem is tetszett. Szóval eléggé valószínű, hogy én is fogok majd még ezzel játszani bőven, és hát nyugodtan be is jelöltek, amúgy PGT Dani ugyanaz a nevem, szóval nyugodtan jelöljetek engem be barátként, és megpróbálok minél több embert elfogadni. Itt van példának ez a játék, a Nexus Wars. Ez egy ilyen MOBA alapú stílusú játék, rohangálni kell benne igazából, Nexusokat kell gyűjtögetni, folyamatosan fejlődni, vásárolni új cuccokat, robotokkal kell harcolni, akik ellen különleges képességeket is amúgy tudtok alkalmazni. Minél több robotot megöltök, annál több pénztek van, annál többet tudtok fejlődni. Szerintem az RP játékokat senkire nem kell bemutatnom. Az RP játékok miről szólnak? Beléjük magunkat, dolgozunk, új cuccokat gyűjtünk, és hát folyamatosan fejlődünk. Szóval ez a játék a fejlődésről szól. Ezt is így kibírjátok keresni, de nem is akarom elhúzni a szót, és ti is tudjátok, hogy több mint 20 ezer játék van. Nem tudnám mindegyiket egyesével bemutatni. Szóval ti is mindenféleképpen próbáljátok ki. A leírásban ott lesz a link, ahol ti is fel tudtok jönni, és ingyen, most azonnal ki tudjátok próbálni. És április 15-én kezdődik a játékban egy hatalmas nagy turnament, ahol több mint 55 ezer dollárt tudtok akár nyerni. Szóval mindenféleképpen most érdemes kipróbálni, a leírásban még mindig megtaláljátok. Én Dani voltam, köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. Sziasztok! Ott a 20 volt, jól van, akkor megfogom és most kirabolom, és elviszem az összes húst, és megeszem az összeset, csak nézzük meg, itt vannak-e, jó? Nincsenek bent, jó van, oké, opa, így, tadám, ez jackpot! Ó, már megint kirabolt a húsboltomat, ez, hát nem hiszem el, na most aztán megmérgezem a húst, aztán akkor lopjam. Jó, na ez nagyon finom, friss húsika. Na nézzük, jó, nincs is itt senki, akkor meg is eszem. Ez miért? Jézusom, összejövök. Új, és miért forrag a világ? Ez nem jó. Ez mit ragad ebbe? Istenem, haza kell mennem. Ez nem jó, majd az, ha megeszem, majd biztos meg kell mosni. Ezt a könyvet arrébb kéne rakni, azt is arrébb kéne rakni, mindent arrébb kéne rakni. Össze-vissza van minden már megint. Kis! Te vagy az? Kis! Hello! Mi szó van? Szerintem egy picit. Hol jártál? Mi csinálsz? És akkor olyan lehányt a hányás. Fúj, ne, fúj! Jézusom! Elég kicsit rosszul érzem magam. Mit csináltál? Mitől érzed magad rosszul? Nem tudom, a húsboltban voltam, azt ott voltak húsok, és megettem, mint szokásom szerint. De te már megint húsboltot raboltál? Csak húst ettem. De fizettél a húsért? Nem, azt mondtam, akkor nem voltad. Mondtam, azt mondtam, hogy húst tettem. Jó, és várjál már, a hústól lettél rosszul? Nem hiszem, a hústól nem szoktam rosszul lenni. De szokásos íze volt a hústak, vagy valami más? Én fura, ilyen klórízű. Klórízű? Olyan, mint az ilyen úszómedencék. Na jól van, oké, akkor várjál, oda tudod nekem adni a szettedet, meg ilyeneket, aztán addig feküdj le, nyugodtan aludni. Ja, ez a rab, mármint a húsevő szettem. Hát olyasmi, nem tudom mi van rajtad, hogy ez húsevő szett, akkor az. Köszi. Addig eszek még egyet szerintem. Nincs valami kardod, vagy valami ilyesmi? Lándzsal, bármi? De akkor nem szidol le, oké? Okay? Nem szidlak le, nyugi, dehogy is. Várjam, így megint találjam. Jó, nyugi, oké. Okay. Ez van, de visszaadod, mert sok húzba kerül. Persze, visszaadom, na feküdjél aludni kis, gyerünk. Nézd, itt van egy normális szék, vagy nem tudom, hogy most van-e kedved hozzá. Kóstold meg ez? Nincs étvágyad? Hát mondjuk megértem. Na jó, mindjárt jövök, oké? És várj meg itt.
Hú, na jól van, srácok, nekem van valami nagyon egy olyan érzésem, hogy valami nem oké. Tehát, hogy kis a hústól sose hányt. Szóval valami történt ebben a húsboltban, mi most utána fogunk járni, hogy mi történt, viszont elsősorban a ti segítségeteket kérem, szóval mindenféleképpen dobjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel, hogy biztos, hogy a bűn végére tudjuk úgymond járni meg ilyenek, és ki tudjuk deríteni, és ezzel tudtok engem segíteni meg ilyenek, szóval légy segítsetek, és hát menjünk és nézzük meg, hogy tényleg mi történt, menjünk el abba a kirabolt húsboltba, amit kis folyamatosan kirabol, mi van itt bent? Mi ez itt? Jézusom, mit csinálod bent? Várjátok, megnézzük az ablakból, hát ha... Vá? Mi? Miért zöld az egész cucc? Na várjátok, benézzünk. Jó napot, úramatyám. Jó napot. Jó napot. Elnézést, a kutyám itt járt magánál elvileg nemrég. És evett a húsából, és elvileg rosszul lett. Hát nem csináltam semmit, itt se voltam, szóval nem tudom. Aha. Azt mondta, hogy húsokat talált így az ajtó előtt, vagy nem tudom, valami ilyesmi, hát vagy ilyenek, és bejött. Ha húsokat tárolok, akkor az itt van ebben a ládában, nem szoktam az ajtó elé kidobálni. Aha, de értem. Mindig, mikor általában elmegyek, és utána visszajövök, valamiért nincs benne a ládában a hús. Hát most erről nem én teltek, hogy nincs itt. És mi ez a zöld dolog amúgy maga körül, meg ilyenek? Mi ez? Parfüm. Éppen... Eléggé büdös parfüm, már nem azért. Tudna nekem esetleg, meg tudná nekem mutatni? Elfogyott. Aha. Jó van, akkor kérem mutassa meg, vagy megütöm ezzel a gyémánt karddal. Köszönöm. Gyerünk. Igen, gyerünk. Gyerünk. Úgy van, ott volt a kezébe, gyerünk dobja. Gyerünk. Miért hazudtál abból azt, hogy elfogyott? Itt van. Noni, ez nem az. Mi ez? De. Mérgező, mérgezés idéző bájital. Igen? Na magyarázza meg, igen, az várom. Van olyan is. Ezek parfümboltba kaptam. Ezek parfümök? Ezek mérgek? Szerencse. Szóval... Szóval véletlenül se direkt mérgezte meg a húst esetleg a kutyámnak? Nem. És mi van, hogyha mondjuk van itt egy biztonsági kamera, amit esetleg megnézünk? Hát akkor van. Nem tudok róla, de... Oké, akkor lehet, hogy kívom magára egy kis te rendőrséget, okés? Jó, én voltam, csak ne hívják ki a rendőrséget. Te, szóval megmérgezted a kutyámat, igaz? Igen, mert minden egyes alkalommal, amikor elmegyek, ellop mindent. És az a megoldás, hogy meg kell mérgezni? Hát talán akkor megunja a lopást. Hát, bele is halhat. Hát, én meg még nem kapok pénzt, mindig, ne! Na, jól van, oké, szóval akkor maradjunk annyiban, hogy maga szépen most eljön velem, szépen jöjjön, gyerünk. Gyerünk, ez az, gyerünk, jöjjön, kövessem. Igen. Úgy van, na. Szóval, van egy jó ötletem, okés? Van egy jó ötletem, okés? Oké. Na, kis, itt vagy? Kis, hol van kis? Hova tűnt? Ne, ugye nem halt meg? Hol vagy kis, hol vagy? Kirabolt! Mit csinálsz? A húsból. Ne, kis, mit csinálsz? Kis, haló, kis? Na, kis! Megint megy! Mit csinálsz? Megint kis! Hallod, de te beteg vagy, nem? Kis! Mit csinálsz? Semmi! Mit csinálsz? Leghúsboltot rabolni jöttem, csak megnéztem, hogy van-e hús. Aha. Nem, látom. Nem, erről beszéltem. Jó, oké. Kiteszem a lábam az ajtón, és várjam. Jó, ezzel sajnálom, de akkor se az a megoldás, hogy megmérkezed a kutyámat. Szokj hozzá, oké? Hát de már szóltam neki, hogy ne lopjon, de még akkor... Kis, miért lopsz kaját? Nem lopok, csak ellenőriztem. Ez nem éppen ellenőrzés, hogy elveszed és megeszed. De leellenőriztem az ízét. Oké. Okay. Jó, akkor kis, a lényeg az, hogy megmérgezett téged ez a kedves húsboltos, mert hogy kaját loptál tőle? Mi? Nem loptam, csak ellenőriztem, örülnék kéne neked. Azóta szédülök egy picit. Hát, van egy jó ötletem. Azt mondta előbb, hogy korcs. Az előbb. Mikor? Én az előbb azt mondta. Nem. Azt mondta, hogy korcs. Nem. Azt mondta. Esküszöm, azt mondta. Esküszöm. Azt mondta. Igen, azt mondta. Gyere ki a hóra. Na, csak nem félsz egy kutyától. Haha. Haha! Gyémánt kardon a kezébe, igazából? De most na, attól még na. Érted? Na, gyere ki a hóra! Itt a hó. Na gyere! Mi van? Jó, na gyerünk, egy igazságos egyvíjegy.
Jézusom, inkább hátrébb megyek. Kicsit szédülök. Jaj, ne, inkább hátrébb megyek. Jézusom. Kis. Na. Szia. Nincsen korcs. Hát igen, nincsen. Na, kis, most, hogy nincsen húsboltos, támad egy jó ötletem. Kirabolom. Gyere. Mármint megállam. Mi lenne, hogyha mi vezetnénk ezt a húsboltot mostantól? De ingyen kapok, ugye? Hát akkor nem nagyon maradna többet hús másnak. Hát, úgy sok én veszek ebbe a húsboltba, nem? Ez így, sem hiszem. Ja. Na mindegy, a lényeg az, jobban vagy amúgy? Nem tudom. Kicsit még szédülök, de úgy már nem hányok. Tessék, egy kis hús. Dobok el ilyen szerencsét, biztos jobb lesz. De. Mondjuk ez eléggé zöldes ugyanúgy. Melyek lottóhoznak. Oké, végül is a szerencsétől biztos tudsz majd izélni. Na jó van, srácok, hát akkor köszépen jutottok fel ebben a videóban. Remélem, hogy kis azért jobban lesz. Nem sokára, hát adtunk neki hús, szóval biztos meg fog gyógyulni. Azért a videó után el fogom vinni kórházba, de... Nem, meggyógyultam akkor. Nem, elmegyünk a kórházba, meg kell nézetni téged. Nem szabad. De ahogy nem. Na jó van, tényleg köszépen jutottok, találkozunk legközelebb. Én Dani voltam, és itt volt velem kis. Sziasztok. Sziasztok.